életemben először itt Albert Irsán járok egy idősek otthonába, és én egyáltalán nem gondoltam volna, hogy ilyen szerteágazó programokkal szórakoztatják az itt lévőket, mint például kutyaterápia, irodalmi est, reggeli torna. Ezekre valóban igény is van, vagy kötelező feladatnak érzik meg az itt lakók? Abszolút van rá igény. Kötelező feladatnak nem tekintjük ezt az egészet, de mindenképpen azt valljuk, hogy ahhoz, hogy boldogok legyenek a lakóink, ahhoz minél több olyan program kell, ami leköti őket, és ami tulajdonképpen azt szolgálja, hogy nem azt várják, hogy mikor jön a vég. Elindítottunk egy programsorozatot, aminek az a célja, hogy a családtagok is bejöhessenek az intézménybe, megtekinthessék a működésünket, a mindennapjainkat, és ez abszolút azt a célt szolgálja, hogy olyan minőségi időt tudjanak eltölteni a hozzátartozók és a lakók, amit tulajdonképpen az idős otthoni lét előtt is meg tudtak tenni. Létezik ebben a szolgáltatás kategóriában olyan új irányzat, ami mondjuk 10-20-30 évvel ezelőtt senkinek nem jutott volna eszébe, és ettől hatékonyabbá teszi itt a feladatokat? 10-20-30 évvel ezelőtt az volt a tendencia, hogy ciki volt idős otthonba menni, nem igazán volt erre kereslet, és nem igazán volt ez jellemző. Most már sokkal inkább elfogadott, és itt nagyon nagy hangsúly van az öngondoskodáson. Van olyan dolog, amit nem lehet pénzen megvenni, ez pedig az egészség. Tehát, hogyha az öngondoskodásra tekintünk, akkor már nagyon sok olyan lakó kerül be az intézményekbe, aki előre elképzeli a jövőjét, és azt mondja, hogy én majd ekkor vagy akkor, tehát egy határozott időpontba, én beszeretnék költözni egy otthonba. Mikor dönthet úgy valaki, hogy idősek otthonába vonul? Tulajdonképpen a jogszabály azt mondja, hogy akár már 18 éves kortól is be lehet kerülni egy idősek otthonába. Tudom, hogy ez egy furcsa anomáliának tűnhet. Nyilván egy gondozási szükséglet előzi meg az ide való bekerülést. Tehát nem tekintik ezt az intézményt egy bezárt helynek, hanem pontosan tudják, hogy a mozgásra mindig lehetőségük van.